A nyári diákmunka idei országos programjában az elmúlt évekhez hasonlóan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett projektben országos viszonylatban 21 ezer diák jelentkezését várják, mindenre pedig 3 milliárd forintos keretösszeget biztosítanak. Román István kormány megbízott bejelentette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igen jelentős 15%-ban részesülhet az országos keretösszegből, ezáltal összesen 3600 diáknak lesz lehetősége az állami programban való részvételre. Két nagyon fontos pillére van, az egyikre az önkormányzatok pályázhatnak, másikra pedig azok a gazdasági szereplők, akik vagy a turizmus vendéglátás, vagy pedig a mezőgazdaság területén vannak jelen. Azt látjuk, hogy ugyan a Covid vírus miatt szűntek meg munkahelyek, de ezeken a területeken még mindig van munkaerő hiány is itt a megyében, ezért ezeket a klasszikus a nyári munkákat a fiatalok azt be fogják tudni tölteni, és hát nyilván ez egy lehetőség számukra, hogy a munkavilágába elkezdjék az ismerkedést, tapasztalatokat gyűjtsenek, és nyári keresethez is jussanak. Önkormányzati diákmunka keretében az állam 100%-ban megtéríti a diákok munkabérét, valamint a szociális hozzájárulás adóját, de jelentős, 75%-os az állam átvállalás a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén is. Eltérés, hogy míg önkormányzat napi 6, vállalkozás akár napi 8 órában foglalkoztathat. A kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője elmondta, a diákok felé támasztott adminisztratív feltételek nem változtak az elmúlt évekhez képest. A fiatalnak annyi dolga van, hogy befárad a lakóhely szerinti foglalkoztatási osztályra, és közvetítés kérőként regisztráltatja magát. Természetesen ne legyen foglalkoztatási jogviszonya, természetesen ne legyen vállalkozói jogviszonya, hiszen ezek kizáró körülmények. Az önkormányzatok 6 órás foglalkoztatást tudnak megvalósítani. A bérezés ugye a 8 órás bérhez kapcsolódóan a 6 órás értelemszerűen 2 órás csökkentéssel a szakképzett bér az 157.950 forint, a minimálbér pedig 120.750 forint. Az önkormányzatok és a programban résztvevő vállalkozások ezekben a napokban is várják a jelentkezőket. Az idei diákmunkaidény a korábbiakhoz hasonlóan július 1-én indul, és augusztus 31-én zárul.